kedves kisasszonyok! A Mina zenekarban már régi hagyománya van a nőinek vallásos tiszteletének, úgyhogy reméljük nem bánnák, hogyha közös erővel összefoghatolnánk a szerelvényt egészen száhojig, de nagyon csúnyán! Mondd, ki tehet róla, hogy nagy a libidója, nagyon nagy az arcom, hát ha veled alszom, mi szívemen a számom, legyél a barátom! Körög a nyálam, jó vagy nálam! Hey! Ha, hoj! Köszcsike. 3.40-es pali, akik ahelyett, hogy pecáznának, kőkemény rockzenét játszanak, így is felvezethetném a Mina zenekart. Meséltek egy picit a megalakulásról, 2018-ra vezethető vissza ez. Hogyan született meg a Mina zenekar? Mivel pecázni nem szeretünk, csajozni meg nem lehet, ezért úgy döntöttünk, hogy inkább összeállunk és elénekeljük, amit nem lehet megcsinálni. Peti, te hogyan látod a megalakulásokat? Egyetértek az előttem szólóval. Pisti? Az a helyzet, hogy ők már ketten egy zenekar voltak, amikor engem fölhívtak, hogy legyek egy harmadik tag. Tehát igazából én ezt örömmel vettem, úgyhogy így lettünk egy trió. Ez egy háromfő zenekar volt, de két tagú, és a harmadik helyet azt fönntartottuk Pistinek, megvártuk, míg hazajön. Igen, hiszen ő 7 évig Német-óceán járón volt. Milyen volt erre a meghívásra hazaérkezni, és egyáltalán hogy telt neked az a 7 év ott? Hát a 7 év az elég hosszú volt, és elég kalandosan telt. Ez alapvetően valóban egy Német-óceán járókat üzemeltető cégnek a néhány hajóján történt. Egy 5-tagú showband zenekarral volt szerencsénk ott a esti programot szolgáltatni. Nagyon jó időszak volt egyébként, de igazság szerint különböző családi okok miatt igazából már jobbnak láttam, hogyha ha itthon kezdem kialakítani a zenei, meg az egyéb világot. És nagyon jól tetted, de hát ugye nem te vagy az egyetlen, akinek volt egy kis külföldi kalandja. Nekem mesélj több külföldi kalandod. Igen, voltál te mindenhol. Kicsit puskázok, Amerikában, Kínában, nagyon sok helyen voltál. Amerikában az életben nem voltam még egyszer sem, sajnos. De régi vágom. Megelőlegeztem neked. Köszönöm. Na, mesélj egy picit a te külföldi kalandjaidról. Te mit csináltál külföldön, merre jártál? Hát, főleg Ázsiában. Szingapur, Makao, meg Kína. Évekig éltem ilyen helyeken, mindig zenészként. De hát az élet az új vizekre, haza a nyírségbe vezetett. Úgyhogy vége van az összes ilyen ázsiai kalandozásomnak egyenlőre. Egyenlőre. És te ott ugye, ha jól tudom, elég sok dalt írtál. Tulajdonképpen ezek adják az új lemezeteknek a gerincét. A gerincét, igen. Úgy mi is úgy gondoltuk, hogy azokat a dalokat, amiket nem csak Ázsiában, hanem addigi rövid életem során írtam, azt mind gerincre vágjuk is. Itt aztán fel is vettük őket Pálmisinél, az MSK stúdióban. Szabi, hogyha már hozzád került a mikrofon, te ugye Petivel korábban már zenéltél együtt egy másik formációban 5-6 évig, és most egy új formációban újra együtt. Hát én nagyon sok formációban zenéltem Petivel, de az első komolyabb formáció az valóban 10 éves korunkban volt, a Psziché zenekar. Aztán játszottunk még a Bányarágja Csőröge bandbe, a Milyen Feribe, a Prémvadászokba, nem is tudom, biztos 5-6 zenekarba. De valóban volt egy ilyen időszak, amikor mi nem nagyon találkoztunk. Muszáj voltam kimenni Petihez Szingapurba, mert megnéztem, hogy ére még egyáltalán, és mikor Szingapurba sörözgettünk ott a kellemes 30 fokba a télen, akkor eldöntöttük, hogyha hazajön, akkor csinálunk egy lemezt, és ez így alakult ez a Mina. Hogyha már szóba került ez a lemez, a dalszövegeket, hogyha valaki meghallgatja, akkor szokatlannak titulálhatja, eléggé szókimondóak. Miért döntöttek amellett, hogy ti ezt így bevállaljátok, és ezt fogjátok színpadra állítani? Hát, mert ezen röhögünk, ezt tetszik nekünk. Ettől van jó kedvünk. Van rengeteg dalunk van mindenféle, de 10 olyat választottunk, hogy körülbelül egy kicsit egy hangulatúak legyenek, és valóban van közöttük egy dal, ami
ami kifejezetten obszcén, de olyan viccesen obszcén inkább. A többi pedig inkább ilyen bénán, öregesen, csajozósan, szókimondós, tehát inkább vicces ez, mint durva. A 18-as karika azért került rá, hogy azért gyerekek kezébe ne kerüljen. Igyekszünk nem a gyerekek kezébe adni. De egyébként, bocs, hogy szabadba vágok, van története annak a bizonyos obszcén dalnak, mert rendszerváltás után 30 évvel úgy döntöttük, hogy kipróbáljuk, hogy elénekelhetjük ezt a dalt nyilvánosan, mert annak idején elénekeltük, de 3 évig nem léphettünk fel a postásba. Gyakorlatilag tiltó listán volt a zenekar, emiatt a dal miatt. Hát most ezt így rátettük a lemezre, mert úgy gondoljuk, hogy hát azért 30 éven rendszerváltás után már ez talán nem olyan nagy probléma. Egyébként meg hát ne legyünk már ilyen prűdek, meg álszentek. Hát hogyha valaki mondjuk egy nagy szerelem után szakít a barátnőjével, vagy a barátjával, akkor nem azt kezd el énekelni, hogy ne nézz vissza rám, meg ilyen hülyeségeket, hanem egyszerűen dühös. És ez a zenekar nem öncélúan trágár mondjuk, hanem kimondja azt, amit ebben a szakmában nagyon kevesen mernek kimondani a hardcore-os srácokon kívül. Egyszerűen így beszélünk a hétköznapokban, és ez zenében is így beszélünk, tehát nem... Azért nem akarunk változni. Azért nagyon érdekes, hogy pont Valentin napkor sikerült megjelenni ennek az albumnak. 29 hónapnyi munka van benne. Mi történt ez alatt a 29 hónap alatt? Hát ahogy te is említetted, rengeteget dolgoztunk, rengeteget próbáltunk, borzasztó sok sört elfogyasztottunk. Ez lett volna egyébként a következő kérdésem, hogy a 29 hónap az hány dobos sört takart? Megszállhatatlan mennyiségű. De igazából, ami miatt ez keletkezett, az nem maga a sörözés, hanem tulajdonképpen ennek a hosszú próbaidőszaknak a megkoronázásaképpen született meg ez a kis album, illetve nagyon-nagyon sok stúdióórát töltöttünk ezzel, hogy amikor ezt majd valaki meghallgatja, akkor ugyanazok a elégedett mosolyok költözenek fel az arcára, mint ami ránk is jellemző volt a stúdiózás során. Peti, téged most így kinevezlek zenekar vezetőnek. Te mit látsz 10 év múlva, miről beszélgetünk majd és hol? Semmiről, én akkor már halott akarok lenni. 46 vagyok, úgyhogy... De én nem akarok halott lenni. Hát akkor majd Szabival beszélgetünk. Akkor Szabi. Csinálunk egy Császár Péter emlékkoncertet. Köszönöm. Nem tudok várni, meg ezeket a dalokat meghangszereljük, és csinálunk egy nagyon szép emlékkoncertet neki. Nagyon sok szép lányjal, finom italokkal, ahogy ő szeretett élni. Várnak rám, Vatikánban imádkozom.
színpad szélén várnak rám a stadionban, a lányok szíve értem dobbanna. Köszönjük szépen a tapsot. A műsor felvétel helyszínét a Klub Hollywood biztosította.